Szervusz Tina, köszöntöm a nézőket. Isten anyjának születésnapját ünnepeljük, amikor is fontos lenne mindenki számára, hogy a Szent Család példáját kövessük, és senki sem élhet szigetként, hanem az örömhírt kell, hogy vigye, hirdesse, továbbítsa, mint ahogyan Mária is tette. S legyen olyan erős a mi hitünk is, mint a szűzanya hite volt. Ez különösen fontos most ezekben az időkben, hangsúlyozta a főtisztelendő Erhard Robert Esperes apát plébános szentbeszédében. A Szent Mise még tart, jelenleg épp a Szent Áldozás kezdődött meg, majd a Szent Mise végeztével a jelenlevők a papokkal együtt lemennek a körmenetben a Szentkúti forrásig, majd a rózsafűzér elimádkozása zárja Kisboldogasszony nap előestéjét itt Doroszlón. A búcsúra évről évre tömegesen látogatnak el a hívek, az idei rendezvény azonban a járványhelyzet miatt más. Autóbuszos, csoportos zarándoklatot nem szervezhettek, és így nem csak Magyarországról, Romániából, Horvátországból nem jöhettek hívek, ahonnan egyébként a korábbi években csoportosan érkeztek zarándokok, hanem Vajdaságból is csak magánautókkal jöhetnek azok, akik mégis úgy döntenek, hogy természetesen a kötelező óvintézkedések betartása mellett ellátogatnak ide a Mária kegyhelyre. Több program is elmarad, mint a német és horvát nyelvű szentmise, a zsolozsma, a betegek kenetének a kiosztása és a virrasztás is, de lehetőség van Szent Jónásra. Holnap délelőtt, Kisboldogasszony napján, 10 órától lesz az ünnepi Szent Mise itt a szabadtéri oltárnál, majd szintén szentségi körmenet le a Szentkúti forrásig. Ezt a Szent Misét láthatják nézőink holnap este a híradó után 7:30-tól felvételről. A szó a stúdió.